remélem, hogy a következő indításnál már rendes lesz a játék olyan, amilyen volt eddig is. Tehát a Resident Evil 3 Nemezis, nem tudom micsoda című epizódot szeretnénk befejezni, és most már így rendesen el is indul. Nem hiszem, hogy fog különösebb FPS dropokat indukálni. Nevet változtattál? És neked mi volt eddig a neved? Felveszem a kontrollert a kezembe. Hangerő remélhetőleg rendben lesz. Nyomunk egy folytatást. Ott tartottunk a Jill-lel. Bertó a tévé, úisten. Üdvözöllek. Miért változtatod ilyen sűrűn a neveidet? Szóval ott tartottunk Jill-lel, ugye? Közben nézem mind a három monitoron, hogy nagyjából jól vannak az értékek. Egészen folyékonynak tűnik így minden. Nekem tetszik. Szerintem ezt bírni fogjuk így. Lehet, hogy a grafika egy nagyon minimálisan nem lesz annyira szép. Nem mondanám rondának így sem. Lehet, hogy nem lesz annyira szép, mint volt. Tehát ez köszönhető most a drivernek, amit hirtelen kellett újra rakni. Rendering módnál mik voltak a lehetőségek? Á, most már mindegy, most már megvan ezt csinálva. Azt mondja, hogy a Nest laborban voltunk Jill-lel, sterilizációs szoba, oda nem nagyon mehetek be, ugye? Ugye ide nem mehetek be. Vagy az USB-t. Ó, ott van alul egy USB, aha. És akkor így érjük el a maradék termeket itt lent a laboratóriumban. Jó napot kívánok, bocsánat, de... Egy lövésből meg volt, vagy csak kettőből? Ó, itt elég durvában nyomják a zombik. Ó, Istenem. Most nem tudom, hogy ez kell neki, de én belenyomom. Hallod? Jeez! Ezek még élnek! Milyen szar van ezekkel? Hagyjuk itt őket szerintem? Ez nem tudom, hogy mi, de nagyon durvának néznek ki. Ezek ilyen halhatatlanok. Kicsit megmutat az istenezést. Az mindig jó, hogyha úgy hívnak, ahogy hívnak, gondolom. Most valami vakcinát állítok éppen elő? Ha szerintem valamit... Culture sample, oké. Ja, ez az antigén. Jön egy kutató, mármint a teste még az, csak... Jézusom, olyat kapott a sociból, hogy lehasadt róla a... Tehát konkrétan leesett a csajnak a haja. Ezek most itt be fognak jönni mögöttem, vagy... Oh shit, de már rohangálnak, normális vagy? Olvasgassunk egy picit inkább. Valami fegyver autorizációs request on itt. Kedves Dr. Emerson, szeretném hivatalosan is kérni, hogy a biofegyver szintézis csapat megkapja azokat a fegyvereket? Aha, értem, amik ugye mindenkinek ki voltak osztva, blablabla. Igen. Hogy azok a teszt alanyok, akikkel ők itt foglalkoznak, azok nem ugyanazon a veszélyességi szinteken mozognak, mint akikkel a többi kutató kényszerül ugye megküzdeni, vagy szembenézni, de úgy tartja, hogy még mindig eléggé fontos lenne az alábbiak alapján, hogy ugyanazokat a fegyvereket megkaphassák ők is, stb. Nemrégiben néhány teszt alany kifejlesztett egy ilyen új mutációt, hogy nagyon keményen tudnak ugye regenerálni, aha. És ezek a pélhedek, így hívják, sápat fejűek, akkor ezekkel szoktunk találkozni. Tehát ezeket, hogyha nem ölöd meg elég gyorsan, akkor mindenképpen visszahírlik magukat, azt a rohadt mindenit. Sima fegyverekkel nagyon nehéz őket kicsinálni. Bármilyen rendszer meghibásodással néznénk szembe, akkor biztosan nem mennénk jól felszerelve ezek ellen a típusú mutánsok ellen, és ebből az indokból szeretném High Powered
Tehát ők valami nagyon durva fegyvert kérnek ellenük, hogy azt be tudják vetni. Aha. Ez majd biztosítja, hogy vészhelyzet esetén képesek legyünk eliminálni azt a fenyegetést, és evakuáljunk biztonságban. Hát jó, ez... De mi a szart csináljak vele? Istenem, adjuk már itt őket. Ez egy lift? Wait, micsoda? Tehát ide bejöttem, ja, van mellettem egy laboratóriumi ajtó. Ami el van barikádozva. Hát most attól a kiskulától nem lettem jobban. Most mi a szart csináljak? Hát mindegy, kiküldünk egy ilyet, vagy eltűntek? Elmentek. Oda meg akkor nem mehetünk be, mert elállja az utunkat mindenféle. Vagy ez lenne az a... Várj! Nem, akkor rossz felé fordultam, tehát akkor az a kis szoba le van zárva, a laboratórium itt fent le van zárva. Tehát ide csak azért jöttem, hogy információkat szerezzek. Itt ugye nem mehetünk keresztül, pedig itt lenne az ajtó a másik folyosón, de azt a folyosót megtalálhatnánk, akkor is, hogyha felmennénk azon a... Igen, ezen a lépcsőn, ami lent van. Viszont ott lent még lehetne találni egy másik szobát is, azt is meg kell nézni, hogy micsoda. De ezeket a példákat szerintem nem tudom, kidodzsolom, mert jobbat nem tudok velük csinálni. Istenem, hát nincs is lába, de azért még... De van lába, de azért még felkúszik. Valami legyen már veletek. Hallod? Hányan vagytok odalenn? Istenem. Azt a mindenit, mekkora dodge. Jó. Állítólag itt még van lent valami, ami nekem kellhet. Egy növény. Hát itt hirtelen vált nagyon akciódúsá az a játék. Fene se gondolta volna, hogy ennyire durva zombikkal kell majd szembenézni. Ennél van valami lap. Azt mondja, hogy haldokló tudósnak az üzenete megtörtént. A legrosszabb dolog, amire számíthattunk, ugye ez a worst case scenario. Azt mondja, hogy a T-vírus valahogy sikerült ugye kijutnia. Dr. Bart parancsai alatt nekem kell összeállítanom tömeges mennyiségben a vakcinát ellene. Oké, szóval, hogy előkészítettem egy kultúrát a T-vírus antigénből, most már csak össze kell kombinálnom valamilyen egyéb szerrel, nem tudom, ez az adjuvant. Hey, Suriék, jó estét kívánok, sziasztok, jó estét. Mi a helyzet, hogy ment a mai stream? Meséljetek, mit játszottatok ma, csávó. Igen, szóval, hogy valamilyen hatásfokozó anyaggal kell kombinálni az antigént, oké. Okay. És az minden túlélő polgár számára elegendő vakcinát adna eredményül. Az inkubációs laboratóriumban lehet megtalálni ezeket a szempereket. A teszt alanyok pedig már így is itt járkálnak ezekben a csarnokokban. Aha, jó lenne, hogyha találnék minél hamarabb ezekből a mintákból. Amíg a kultúra éppen, nem tudom, maturing, ez ilyen nemesedés lehet, nem tudom. Idősödik, nem tudom pontosan, érik. Ugye nem jutok vissza, akkor léci a szintézis eljárás, tehát hogy a szintézis az az, ami az előállítás, tehát annak az eljárását fejezzétek be. Próbáljátok utat találni, hogy megállítsátok ezt a kitörést, az a legkevesebb, amit megteltek. Azok után, hogy elindítottuk ezeket a szörnyűséges eseményeket. Na, ez kemény. Itt egy láda. Van benne három savas töltet. Azt szerintem nekem használnom kell. Ebbe betöltök egy ilyet, és akkor azt fel tudom venni a helyére. Szavasz, Akvila, jó estét! Vadásztunk csak a szokásos, jó fura dolgok történtek, eltűnt random 2 team, meg hasonlók. Az igen. Én is vadásztam ma, de ma nekem nagyon nem ment. Mármint így munka után egy kicsit játszogattam, de hát nagyon, nagyon csúfondárosan szarul játszottam, úgyhogy nem vagyok büszke a mai teljesítményemre. Na, mondjuk mikor megy jól, ez is egy valid kérdés. Nem tudnék még esetleg. Aha, jó, kettő helyet felszabadítok, hogyha négyet lövök ezzel a socival. Nálunk minden szuper Darkest Dungeon-öztünk. Szia, kicsi eje. Mi a helyzet, te is hogy vagy, mesélj. Szavasz, Hulg. Mindenkit üdvözlök, aki most jön.
Ez kell, hogy legyen az, ami energiával látja el, gondolom, hogy a szintézis gépet. Jó napot. Nem kell felállni miattam. Nyugodtan maradjon fekve, persze. Ó, egy flórasept. Hát, hogyha azt most felveszem, akkor nem lesz hely az anyagnak, amit elő akarok állítani, nem? Ezt toljuk be. Itt kell adja, viszont megvan a 30. 5, vagy a 30. 50, és még kettő az acsihoz. Nekem még csak egy van. A többi meg ilyen 30-20 közt vannak, azt hiszem. Egy van, ami még 38-as, tehát nekem sincs annyira olyan mértékben messze. De szerintem, hogy rosszul gondolom. Csináltam olyat, hogy bementem és a map szélét így végigírtogattam, azzal léptem valami 5-6 szintet, tehát összességében azért nem lehet sokat lépni a grantoknak a kiírtásával. Most akkor visszakapcsoltam az áramot, de én is küzdök ezért az 5 darab 50-esért, hogy meglehessen a prestige. Azt már gyakorlatilag felnyomhatnám, csak nem akarom elveszíteni azokat, amiket már ugye elkezdtünk építeni. Itt mi van bent? Ezek a hunterek. Ugye? Nem, ez valami más. Ez mi a szar? Miket állítanak itt? Ott vannak a hunterek, igen. Itt készítik őket, ez ezt igen, fúj. Jó, ott van még egy kis explozív, azt kombináljuk azzal. Akkor már mindenféle fajta gránátom lesz. Felhívott egy nagyon kedves ismerősöm, pár órát beszéltünk, így most jó a kedvem. Na, az nagyon király. Örülök neki. Ezek meg a Tyrantek? Mi? Ezek itt? Ó, oh, ne! De hogy mutálódik? Nézd meg a... Opá, itt valami kinyílt? Ez egy lift? Elnézést, akkor felmegyek rajta. Ez nem tudom, hogy hová viszel minket, de remélem, hogy valami jó helyre. Itt én már jártam? Itt még van valami lootolható dolog. Valahol. Jó, így a grafika nem annyira vészes, meg szerintem most nálatok is egészen szépen működik. 37% processzor használattal, tökéletes. Hát azt a fickót szerintem socival. Így van, jön a haverja. Abban mindig kettőt kell nyomni, hogyha jól emlékszem. A pélhed is megjött. Lehet, hogy ezt savval kellene lemarni. Ó, Istenem. Hogy mozog már? De undorító. Ez nem ölné meg esetleg? Ó, mit tudom én, mindegy, menjünk, lootoljunk. Még egy explosív B. Tehát, hogy felkér egy újtram ezeket a szerencsétleneket. Nem kell miattam felállni, köszönöm. Ilyen csak nyugodtan, persze. Itt ez mit csinál? Explosív A, oké. Már azt is fel tudtam venni, az azt jelenti, hogy valamiből elhasználtam. Ezt össze kellene kombinálni. És most gyorsan. Ez valami folyadékkal töltött teszt fiola. Jó, ez valami nem tudom micsoda. De nagyon-nagyon hosszú. Valaki tehát hogy valaki gratulál itt a kollégáknak az Umbrella-nál. Amiért a Nemezist ugye össze tudták építeni. Micsoda hihetetlen nagy teljesítmény ez a biofegyveri kutatásoknak a területén. Azt minden, vagy ezt a mindenét. Szóval beraktak egy parazita organizmust a Tyrant agyába, hogy külső irányítás alá lehessen venni. Ez igen, és teljesen ki van a csávó attól, hogy micsoda brilliáns ötlet. Akkor lehet, hogy a Tyrantet irányították lentről eddig is, és nem csak úgy magától ment végig a mapon utánunk? Ez furcsa. Ez még ugye az előző résznek az fő ellensége volt a Tyrant. Sőt, nem is. Mert az valahol meghalt a játék vége felé. De értitek? Igen. Itt most figyelmeztet arra a gratuláció mellett, hogy egy nagyon veszélyes helyzetet teremtettek ezzel.
hisz abban, hogy bármilyen hatásos vakcinát elő lehet állítani minden vírus ellen a Földön, ha bár a paraziták ellen is ezt el tudják mondani, ez ilyen kérdés. Az orvosok próbáltak feleslegesen, vagy hát sikertelenül előállítani egy vakcinát a maláriára. A plazmódium féle paraziták sokkal összetettebbek genetikai szempontból, mint a T-vírus. És azt gondolni, hogy irányítani lehet majd őket, az totálisan baromság, hülyeség. Talán a maguk országában a fogyasztók willing to, ezt tudjátok, amikor tehát belemennek abba, akarnak, de nem akarnak, hanem mindegy, szóval a fogyasztók az önök országában vásárolnának olyan autókat, ami nincsen fék, de Amerikában azért jobban tudják. Blablabla, igen. Jó, szóval, hogy Berlinben lesz egy fórum a következő hónapban, addig is próbálnak valamilyen megoldást találni erre a problémára, amit rájuk tettek. És itt van a Bardnak a neve. Hoppá! Szóval Bard volt az, akinek ki kellett találni valamit ennek a problémának a megoldására. Igen, ez komoly. Csak kiderült, hogy ő is ki volt, megérte végigolvasni. Szándékoznak? Aha, igen, köszönöm. Hát ez most remélem, hogy most már így marad fekve. Itt megvan minden, elő kellene állítani valahol a vakcinát. Ott van még egy gunpowder, csak felvenném. Észre se vettem. Ez most már üres. Ha itt kijövök. Aha, ott lemehetnék a lifttel. És itt lenne a vakcina felszerelés. Tehát a nagyon-nagyon hosszú ideig kell rohanni innen. Ez még a labornak az elején volt kb. Ez a rész. Ugye azzal a lépcsővel. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan férünk hozzá lehetőleg gyorsabban. Nem tartom kizártnak, hogy szembe kerülünk mondjuk esetleg a nemezissel még addig. A visszautunk során legalábbis. Vagy bármelyikkel azok közül, amelyik itt vannak bezárva. Csak mondani kellett, ugye? Egy meghalt. Kettő meghalt. Ez annyira, nem tudom, Resident Evil-os volt, hogy egy ilyen történjen. Jó, megvan három. Kijön még valami? Nem. Azt mondja, hogy van egy first aid spray, azt szerintem én felveszem most már, biztos, hogy jól jöhet. Nincs hova tennem. Hát akkor az itt marad, az egy szomorú. Mondjuk tekintve, hogy mennyi healinget meg ammót halmoztam fel a ládában az írógép mellett, annyira azért talán nagy gondot nem fog jelenteni. Talán ott még nézd meg itt meg egy rövid, vagyis egy vörös növény. Miért mondtam majdnem rövidet? Van itt még fent valami? Nem. Remélem, hogy nem is fog más megtámadni. Itt vannak a pélhedek. Jó, nyugalom. És itt balra. És itt egy lépcsőnek kell lennie, így van. Jó, haladunk. Lent volt egy storage, azonnal menjünk bementeni. Ezt sikerült szerintem sebződés nélkül végigvinni ezt a részt, úgyhogy annyira aggódnunk nem kell. Ezt berakjuk, azt szintén. Hát lehet amúgy, hogy valami savas cumót kivennék. Lehetne összeállítani még sorci ammót, hogyha nagyon kellene. Szerintem nagyon kell. Lehet, hogy nem is kellett volna bezárnom a ládát ahhoz, hogy ezt össze tudjam kombinálni. Soci az mindig jó, hogyha van nálunk. Sprayért menjek vissza, azt mondod, de hát van itt három. Meg még van három nagy healing. Van itt egy kicsi healing, meg még egy nagy. Szerintem 7 healinget nem fogunk elhasználni, 8. van az inventorimban. De megjegyeztük, hogy ott van lent. Tehát szerintem
Ha egyszer nagyon nagy szükségünk lenne rá, akkor visszamehetnénk érte, de egyébként most annyira nincsen. Nincs olyan ammo, amiből össze tudnék, de ott van még flame round. Ezt nem lehet kombinálni ezzel? Nem. Nem tudom, hogy magamnál tartsam-e vagy sem. Sima robbanó tölteteim nincsenek már. Jézusom, még több flame round. És még 20 darab shot is el is van. Na jó, teljesen túl vagyunk tápolva. Megindulunk szerintem. Ja, mentünk. Nem, nem fog azon múlni szerintem. Meglepődnék, hogyha azon múlna. A végigjátszás közben mindenkit üdvözlök, aki itt van, nagyon kedves tőletek, hogy jöttetek ma este is, sziasztok! Szavasz Molti, üdvözöllek, minden szuper, éppen végigjátszuk a Resident Evil-t, hogyha minden jól megy, még ma éjjel befejezzük ezt a játékot. Kicsit hiányozni fog amúgy, mert szerintem eddig ez a legjobban összerakott Resident Evil-i grafikailag. Csak kár, hogy ennyire nagyon rövid. Még a felhasznált részekkel is benne. Itt tudnék valamit csinálni? Nem talált kulcsot. Tegyük be ide a dolgainkat. Micsoda? Aha, valami hiányzik. Aha, jó, először valahol össze kell állítanom. Nem meti az inkubációs laborban? Az merre volt? Az visszább volt. De itt nem ír semmilyen gépet, amivel foglalkoznom kellene. Valamelyik szobában... sterilizációsban... össze kell állítanom... a vakcinát. Itt még vannak ilyen területek? Hát ezeket még meg se néztük. Szerintem az majd a vége lesz inkább. Menjünk csak vissza. Valamelyik... szövegben volt benne, hogy hogy kell összeállítani, ez az. De itt sem nagyon részletezik ezt. Lehet kombinálni vajon kézben? Jaj, Jézusom. Jó, ezt nem tudom, hogy csinálta meg a kezében Jill. Ez nagyon... furcsa egy dolog volt, de így most már behelyezhetjük. De Csaba, igen, össze lehetett rakni, csak kigondolta volna. Azt hittem, hogy ezt így egy géppel kell valahogy össze állítani ezt az elegyet. És mit kell csinálnom? Azt mondja, hogy hőmérsékleti kontroll. Hát, megnyomom az át. 30-10-10. És ez zöld. Most a piros az nem nagyon jó. 50-30-30. Ez így jó vajon? Oh. Nem mondták meg a számokat, amiket nekem itt csinálnom kellene, nem? Azt honnan tudjuk, hogy mennyi lenne az a megfelelő érték. Veled is minden rendben? Na, örülök neki, a szuper. Van itt valami felvehető még? Kéne lennie itt még valaminek, amit felvehetnék. Hajjaj. Na, nézzük még egyszer. Nem lehet, hogy a kettő tartományon belülre kellene tenni? Ez így egyre jó. Ez nem jó. Ez nem jó. Hát 50% körüli, igen, valahol ott kellene lennie mindegyiknek, de ez egyértelműen nem jó. Most kettő jó. Nem nagyon jó. Oké.
Az ember csak így szórakozik vele, aztán előbb-utóbb összejön. Most állítja elő a vakcinát. Kérdés, hogy hol fogjuk ezt sokszorosítani majd. Készen is áll. Hát ezt kellene valahol sokszorosítani. Gondoltam, hogy valamikor közelíteni fog. Már itt volt az ideje. Aj, de szar lehet az arcot felé böködni a késsel. Au. Milyen szerencsé, hogy nem estünk bele abba a késbe. Itt kibújhatok? Megint element a segg... Mármint a szemem seggel. Seggem szemmel. Ajja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 jj
Azért, mert csak azt tudja megemelni, nem? Eltörhetett volna a kémcső? Jó nagy probléma lett volna akkor. Miért nem kapaszkodik? Annyi a dolgom, hogy nyomogatom előre? Mármint, hogy nyomva tartom így előre? Most hiába van meg nekem a vakcina, hogyha nem lesz hol sokszorosítani, nem? Elég keményen elbántam a laboratóriummal. Van egy explozívunk, first aid, high grade gunpowder. Van-e itt még valami? Ó, mennyi? Ó, nagy királyság. Na várjátok, ezt majd később vesszük fel. Egy darab healinget berakunk, azt tuti. Ezt össze kellene kombinálni valami kisebbel. Vagy itt már csak ilyen high grade van? Nem baj, jó lesz a magnumba is az ammo attól függetlenül. 12 magnum ammo, meg még 8 a fegyverben. 20 lövéssel csak leterítesz mindent, nem? Vagy rosszul gondolnám? Itt van még egy explosív B, azt összekombináljuk azzal. Ezt már szerintem elrakhatom. Jó. Felveszük ezt a kettőt. Hát nem tudom, hogy mennyire szükségem ezekre a flame roundokra, de azért nem baj, ha nálam van mondjuk 12 darab. A savasat elrakom. Ezt ide eltesszük. Lehet, hogy a kis pisztolyra már nincs is szükségem egyébként. Lehet, hogy tök felesleges annak a magamnál tartása. Lehet, hogy inkább azt kellene csinálnom, kis pisztolyt elrakom a töltényével együtt, és inkább kiveszem a magnumot, amit nem tervezek használni, de azért örülök, hogy nálam van. Ki tudja, lehet, hogy most már tényleg oda kell figyelnünk a nemezisnek a támadásaira. Még lehet, hogy az se lenne hülyeség, hogyha esetleg a még több töltényt vennék magamhoz. Meg healinget, nem? Van még itt 20 darab shot is el. Csak nem tudom, hogy mit kell még itt. Tudod, mit healingből egyelőre elég ennyi. Hát most abszolút feltápoltam magam. Számítva arra, hogy esetleg szembe kell néznünk a nemezissel valahol itt a közeljövőben. Hoppá, de van valami fejre tűzve. Itt szoktak megszabadulni mindenkitől? Aha, igen, a tesztalanyoktól. Ezt a létesítményt arra használják, amit a Nest 2-es labor kísérletek alatt állítanak elő. Micsoda? Valamilyen nagyon erős... valamilyen oldószert használnak, tök mindegy, milyen biológiai anyag van itt élő vagy halott, teljes mértékben szétoszlik, és ez durva nagyon. Készen állnak arra, hogy ugye megszabaduljanak tőlük, oké. Okay. Hey, szia Süri, jó estét kívánok! This is fine. Milyen durva lehet az a sav, amiben minden zombit feloldanak, és még a vírustól is megszabadulnak így egyszerre. Oké, okay, szóval mielőtt megkezdenétek a szétszedő eljárást, nem tudom, mi ez a diszolúciós eljárást, győződjenek meg róla, hogy mindenki elhagyta
A csarnokot, oké. Mindig a megfelelő mennyiségű oldószert használják. Tök mindegy, hogy milyen mennyiségű tömegtől akarnak megválni. Hogyha egy tesztalany agresszívan lép fel, ne állítsa le az eljárást. 12 óráig legalább hagyja a csarnokot megtöltve. És aztán utána megnézze meg, hogy teljes mértékben lebomlott-e, mielőtt elkezdené kiszivattyúzni a maradékot. Ez mi az Isten? Ide rakták be a zombikat, meg úristen, nézd meg, de undorító ez a játék. A shortcutra felrakjuk a fentire. Mondom, felrakjuk a fentire. Van soci ammunk. Van rengeteg robbanó ammó. Hát healinget lehet, hogy hozhattam volna magammal még. Hogy vagy Csüli, mi a helyzet? Remélem, hogy szuper a kedved, és hogy minden szuper nálad. A brightness-t, mint hogyha változtatta volna ez a driver. Nyilván megérkezik. Tudtam, hogy magamhoz kellett volna vennem még néhány healinget. Új, de undi. Nézd, hogy ugrik, fúj. Hát csak lerántja. Nem bírja, hogy ő leesik. Az mi? A vakcina. Na mink van itt, kérdezi a Nikolaj. A városnak szüksége van a vakcinára. Jobban, mint nekem? Nem hiszem, hogy a bölcsesség, amit próbáltam neked elmondani, vagy átadni, az így átment. Aha, azért van ebben az üzletben, hogy kifizessék. Lemész oda, megküzdesz a nemezissel. Én pedig felveszem az egészet, és elküldöm majd a harci adatokat. Csinálj egy jó műsort, és talán akkor nem lesz szükségem a vakcinára, oké? Okay? Kérdezi, és ezzel lelök minket a csarnokba, ahol mindentől is megszabadultak, ugye eddig az Umbrella kutatók. Legtöbb blue streak egy húzamban? Az igen! És nehéz volt? Én nem szorozok, én már most lövök. Nekem mindegy, mi van. Amúgy én lőttem most is, de tényleg. Hey, ez mi? Ilyenkor mit csinál? Ó, azt hiszem, hogy én vagyok a szájában. De fájt nagyon? Aha, dangerbe átmentem. Úgyse találsz el, hát gyökér vagy, gyenge. Ki az, aki kibírna ennyi robbanó töltetet? Nincs ellenfél, ami ennek ellenáll. Sokkal erősebb vagyok nálad. A Magnumot nem tudod kidodzsolni. A Magnum mindent megöl. Jill, te vagy az? Károly! Jól vagy, mondja. Oké, hadd vizsgálódjak itt neked, mondja. De miért? What? Az micsoda? És mit fog csinálni? Nincs nálam mind round. Ne! Oké, látom, hogy jönnek a zombályok is közben. Itt találunk handgun ammót. Soci ammót. Fent ugráz a szerencsétlen. Oké, a tank egy mögött van elbújva. Hát jó, de mit csináljak azért, mert ott van fent, tehát... Au! Ráugrott a zombira. De rohadék. Ánusz ügyileg, így de szar lehet, hogyha ott belőnek egyen. Ha mondjuk nem mindenki utálja az ilyesmit, hallottunk már azért a haldokló nyugat ópiumának nem feltétlen meghagyva különböző brüsszeli politikusokat is, ugye, akik szeretik, hogyha ilyen belövések történnek ott ánusz ügyileg. De nem kellene nekünk valami healing? Here comes some more.
De miért jön ilyen sok enemy? Meg mit csinálják azokkal a tankokkal amúgy? Hát most tök mindegy, hogy a kettes mögött látod, hát mit csinálják a kettessel? Hát ideállok az egyes alá, aztán... Most mit csinálják itt, haver? Most az a lényeg, hogy ki kéne dodzsolnom. Még jön a izé, a Whoopi Goldberg, hallod, azt lárapja a fülemet, de konkrétan. Na hagyjad, hát milyen halott, persze. Kamu az egész game. Mert az ereszen kellene leereszkedni. Nézzük már meg, hogy amúgy van-e megfelelő healing mennyiség nálam. A piros bígyót meglőni? Hát socival rálőttem, az nem volt semmi. Figyelj, én elteszem a izét, nem kell nekem a magnum, azt meghagyjuk majd a végső fightra. Hát hogyha kis pisztolyjal kell lövöldözöm, akkor biztos, hogy a kis pisztolyt veszem inkább kézbe. Ez a burst modell. Van nekünk egy rendes is. Ez a sima handgun. De mekkora helyet foglal ez? Hát elég böszme. Amúgy ilyen mindroundokkal megállíthatnánk. Vagy lehet, hogy csak meg kell lőnöm ott a valami gránáttal, ami mögött bújkál. Hát semmit nem értek. Vajon lesz elég healingem ehhez? Számtalan kérdésem van. Mindegy, menjünk, nézzük meg. Sose volt még ilyen rossz a Rocket League. Végre nyertetek, meg lett a küldés? Na, az mondjuk szerencsés. Hát de mondjuk ez pont olyan, mint a LOL, nem? Tehát hogyha totál ki vagy tiltelve, akkor nem kell erőltetni, mert akkor csak rosszabb lesz. Na, megint megérkezik a csodálatos Paukember. Skip. Szevasz, Csicsó Hunter, üdvözöllek. Hát nem tudom, én még rálövök egy-kettőt, aztán majd lesz valahogy. Hihetetlen újratöltési skillekben vagyok. Szép dodge. Az elment. Hű, de szar lehet, amikor így esnek rád. Jaj, nézd már. De most rosszul van amúgy, vagy? De ez most már 9 darab gránát volt, amit bele kellett lőni. Mi van akkor, hogyha elrakod a vakcinát? Ha, tényleg jó kérdés. Biztos, hogy nem engedi, hogy a sztorba berakjuk amúgy. Jill, hát te vagy az? Károly, figyelj már oda. Ki lennék? Nézd, azok ott hirtelen nem akarnak nagyon működni, ugye? Egy-kettő belövést csinálunk, elmegyünk lootolni. Mindjárt megérkezik az első zombi. Mindjárt megtámad valami zombáj. A 8-as mögött van. Ennyi? Jaj, hát... de hát ezt miért nem engedte a socival megcsinálni? Én amúgy dasheltem. He? Mi? What? Hát ezt én nem hiszem, hogy túlélem. De túléltem. Jól vagyok amúgy? Danger, de hát amúgy jól vagyok. És megint elfut. Hogy megrágott már? Jön még több, oké. Azért, mert ott meglövöm, ilyenkor ez számít valamit? Szétszedi a földet. Aha. Hihetetlen akciódús elemek. Minek belső szer? Nyugodtan rágja csak ki. Az egyesnél van.
Oké, megvan. És mi fog történni? Valami van mögöttem. Jó, semmi gáz. Amúgy nem tudsz megtámadni. Köszönöm. Az igen. Au. Jól vagyok még amúgy? Hát kaució beütött. Talán most már egy kicsit danger is megvan. Az utolsó lábainál mondja. Vagy hogy mögöttem, nincs is mögöttem semmi. De most leugrott vissza? Amúgy dasheltem, ne hazudjon már. Úgy nyomom, mint egy Souls játék volt kb. Várjatok, mert amúgy kisebb fájdalmakban vagyok már. Hát ezt nagyon nehéz kideselni. Menjél már felfelé, futkározzál körbe-körbe. Most... meghalt? Ja, ez volt még futtában kellett belelőni egyet. De itt jön a markoló, használd arra, hogy felmász. Mondják nekünk Károlyék közben, rádión. Jaj, ne! Az igen. Hát miért nem a markolóval gyilkolja meg? Köszönöm szépen, Csicsó, nagyon kedves tőled. Most már, de az a baj, hogy... hiába... azt mondja, hogy... ja, most engedi be... igen, ezt akartam mondani, tehát hiába intéztük el egy időre. Hogyha nem szabadulunk meg tőle mondjuk savval, akkor ez nem... ez egész jól működik, úgy látom. Azt a rohadt, hogy olvad le róla minden is. Mint a Terminátor, ugye? Amikor még kilóg a keze a lábából. Találkozunk fent, mondja Károly közben. Nem, szerintem amúgy Károly most jött rá, hogy tudja használni a markolót ilyen szituációban, ki tudja minket segíteni. Arciváléknak nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlöm őket is. Milyen volt a ma esti stream? Sziasztok, jó estét kívánok, remélem, hogy minden szuper volt nálatok, és köszönöm szépen még egyszer. Középső ujját mutatnál el a hüvelyeket, igen. Vissza kell szereznem a vakcinát, találtam egy kis gunpowdert, az nem jó? Na várjunk, várjunk, ez egy másik szoba, ahol most vagyok én. Itt valamilyen... ferromágneses infantry, tehát ilyen valami katonai railgun, igen. Az a neve egy finger. Aha. Túljazni fogunk lényegében. 60 mm-es ammo, 6000 méter per szekundum. Lövedék sebesség 6 km per szekundum. Az milyen írdatlan sebesség lehet. És az arról szól, hogy kitörés esetén ilyen újfajta fegyverek használatáról, igen. Többféle energiaforrásra van szüksége. Még a Tyrantet is lelőné, tehát így egy lövésből. Amelyik nem csodálom, azért 6 km per szekundummal, hogyha egy... mit mondott, 6 mm-es golyó átmegy rajta, akkor azért az viszi a testedet, tehát így a nagy részét szerintem, így darabokra robban. Jó, elegendő ammunk van. Hát szerintem magunkhoz vesszük most már akkor a magnumot, azt mindenképpen. Meg amúgy a flame roundokat is el kellene vinnünk, ezt szerintem betesszük. A kést szerintem betesszük, nem hiszem, hogy erre már szükségünk van. Flame roundok mindenképpen jól jönnek, ez is jól jön. Ide vegyük fel annak a... mindent viszek magammal, ami mozdítható kb. Ott van még a Magnum ammo, oké, azt mondja, hogy...
flame roundok még mindig, meg talán még egy healing jöhetne, ezt meg lerakjuk, szerintem ez nem kell. Ez jöhet, okés. Kell még nekem innen valami? Kettő ilyen töltény például, mert ezt egyből betölthetném. Jó. Akkor még egy helyünk lenne. Hát ilyen mine roundokkal még szórakozhatnék esetleg, de... Kettő darab savasammú, ennyi, elfogytunk. Mindent magunkhoz vettünk, amit a játék adott kb. Eddig legalábbis. Hát mentünk egyet, azt majd lesz valahogy. A négyesre. Szavasz Farkas, üdvözöllek. Don't Star Wars-tatok? Na és milyen volt? Végigvittétek már azt a játékot? Képzeljétek el, hogy nem ismerek olyan embert, aki végigvitte volna a Don't Star Wars-t bármikor is. Nincsen ismerősöm. Pedig sokan próbálkoznak vele. Én sem vittem még végig. Amúgy kellene nekem egy kis healing így a nagy kauciókban. Lehet, hogy 60 mm volt a kaliber? Nem tartom kizártnak, látod. Bocsánat, ide megeszünk egy green herbet. Így van, herbet, bocsánat. Jó. Oda kiveszünk még egyet. Tele vagyunk mindennel. Let's go. Hát ez is úgy néz ki, mint egy boss aréna konkrétan. Mindent felvettünk, ami csak a kezünkbe lehet. Vége. Te kapsi, kurafi, add vissza a vakcinát, jaj nem? Jajjajjajj, azt mondja, hogy dobjam el, mert hogy a találkozásunk egy ilyen folytatólagos dolognak kell, hogy legyen, mivel hogy mi vagyunk azok, akik a pénzt előállítják számára, ő megkedveli a pénzt, úgyhogy ez van. Megjött a húsmassa. Azt a rohadt mindenségit. Jézusom. Láttál már bármit, ami ennyire hihetetlen? Milliókat fog érni az adat, amit erről készül. Város éppen felrobban. És az életnek nincs ára, úgyhogy sok szerencsét. Jill! Menj a Nikolaj után, nála van a vakcina. És veled mi lesz? Kifutunk az időből, én ezt megoldom. Milyen bátor amúgy a Jill, nem? Ez az utolsó idő, hogy szembenézek veled. Hát nem tudom már mivel lőjem. Ilyen dolgok robbannak. Ez így nem fog működni? Találjunk ki valamit. Kinyitok valamit, nézd. Ja, itt csapkod. Ez mit csinál? Oh shit, a railgun! Azt a mindenét! Jézusom! Azt a rohadt! Ez mennyire menő? Aktiváljuk újra az erőforrásait. Úristen, szüksége van energiára, milyen hihetetlen! Visszaraktuk addig, mert ott jó helyen van. Csak nem támad meg addig, nem? Hát, egy kicsit azért segre estem, bocsánat. Jaj, hagyjál már! Mi, két ütésbe belehalok? Ja. Ki hiszi el? Hát ki hiszi el? Kamu az egész. Elnézést. Hát ide csinálunk még egy mentést, amúgy healing-el jól állunk. A franc se gondolta volna, hogy kétszer nem üthet meg, mert az nekem nagyon rossz lesz. A pisztoly itt már nem hiszem, hogy sokat ér, azt már lehet, hogy elpakolhatnám inkább. Szavasz 5 centis pusztító, mi a helyzet, hogy vagy? Szerintem én ezt elpakolom, ez teljesen felesleges, hogy nálam legyen. Akkor már inkább felveszem az acid tölteteket, meg még egy healing. Talán a kést. A kést az lehet, hogy hasznosíthatnám. Meg itt volt még valami mind round, aha. Így fogunk menni. Volt egy mentésem, ugye? A 37-es, na az most 38-as lesz hirtelen. Ja, várj, erre kell menni. Ja,
Na lássuk. Igen, ez az, ami nem fog működni állítólag. Mikor támad? Hát soha nem támad. Vegyük fel. Le kéne szabnom az egyik karját ezzel, de nem hiszem, hogy a Railgun működik. Hogy működik? Mármint most hiába lövöd meg, és akkor mi van? Hát összeáll a másik oldalon, nem? És ezzel írtották a Tyrantet, amikor elszabadult. Hihetetlen. Egy kis türelmeteket kérem, bocsánat, csak közben a jobb oldali új monitor szólt, hogy automatán leállítja magát egy percen belül. Pillanat. Nem is emlékeztem, hogy volt ilyen beállítás rajta, amikor... amikor beraktam. Különben nem láttam volna az OBS, bocsánat. Na most már itt vagyok. Hatvan szek után leáll. Az olyan, mint én az ágyban. Nézd, ott vannak kinövései. De most bánt, hogyha én itt vagy? Jó. Hát nem fájt annyira, csak kaucióba átmentem. Azt a milyen tockos! Na várjatok. Tehát csak akkor támadhatok, amikor izé, a kis... kullancsokat ott megpukizom rajta? Szerintem, ja. Hát itt sokat kellem intézkedni. Hát most támadni fog. Ezt a baromságot toljuk be. Kétszer nem találhatsz el. Jézusom! Mold Bál 24, üdvít nálunk újra. Úristen, azt hiszem Jillből kiesett a mai ebéd. Micsoda, hogy átváltottam az assisted módra, és azt miért csináltam? Istenem! Hol volt az assisted mód? Bocsánat, még egyszer. Azt hogy csináltam? Félrenéztem, bocsánat. De most milyen izé csicska módban fogjuk végigjátszani az utolsó boss fightot ilyen... nem tudom, amikor dodzsolni kéne, akkor a játék megnyomja magától. Ezt hol lehet kikapcsolni benne? Istenem. Egyetem miért ajánlja fel? Tehát, hogyha az ember standard módban játszik... Adjak egy tippet? Nem, köszönöm. Játszom éppen Wolf Woodhun. Nagyon kedves tőle, de hidd el, rá fogok jönni. Azt mondja, hogy... Nem a displaynél, meg ilyen dolgoknál lehet. Ez egy control settingsben. Érzéked, hogy túl nehéz? Nem, várjál, az assist módot kell kikapcsolni valahogy. Auto reload. Hát... Nem, azt nem kérem. A kurzorlok, az micsoda? Ja igen, az nem megy ki az ablakból, az jó. Aim adjustment. Az nullán van aim assist, ki van kapcsolva. Most ennél nem lehet feljebb tolni, nem? Aim assistot én eddig is kinyomtam. Hát szerintem ez így oké. Aztán majd, hogyha túl könnyűvé válik a boss, akkor meglátjuk. Mindjárt kiderül. Szerintem itt még nem is kell rálőnöm, nem? Felesleges. Neked vibrál a kontrollered? Hát egy PS4-es kontroller van a kezemben, úgyhogy... Ez igen, ez csinálja. És feleségesen lövök rá. Ilyenkor mindig a feje környékére találunk be? Igen, tudjuk, hogy power kell bele.
Az a kérdés, hogy vajon tudnám-e használni a magnumot valahol, az az alsó gombon van. Azon kívül van socim, meg van ez. Vannak ilyen... undiai. Vajon mindig támadni? Nézd, most leborult. Jó, egy megvan. Kettő power source. Működik ez. Hát ez easy, hát nézd milyen sokat fetreng. Nem tudom mit találtam el, de nagyon kifektettem a magnummal. De most nem fogsz felkelni? Ne haragudj, mert amúgy fight van vágva. Tehát azért jöttem, hogy megküzdjünk. De nem fetrenghez, csak... nem erre számoltam. Áú! Szemét. Jó, benn van. Felveszik a fegyvert még egyszer. Ajja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 jj
És használtam még mindig? De mi közel kell mennem hozzá, és oda még bele egy... Ne! Jézusom! Fuhuhuhuhuhuj! Júj! Júj! Hát egy kicsit keresztül vittük a laboratóriumot, ott látom, megnyitottam az utat előre. Nem is kellett az a sok cumó, ami nálam volt. És nem, ez is ezáltal elpusztult, kaptunk egy achievementet a Steamen. Nem már, hát elhoztam magammal az összes fegyvert. Na, látod? Ezért nem kértem segítséget hozzá, hát azért ezt meg tudom én is csinálni. Mit tudok felvenni? Nézd, milyen sok inventory space-em lett hirtelen. Állítólag sietnem kéne, nem? Mert valami le akar romlani itt. Kapunk pisztoly ammót. Nem tudom, hogy miért pontosan, de nagyon örülök annak is. Nincs is nálam a pisztolyom már eleve. De megindulunk az úton, amit vágtunk magunknak. Konkrétan a forró acél ömlik majd a hajunkra. Ja, várjál, nem arra kell menni. De itt a kis húsában milyen frankó vájatok vannak. Na, itt még találkozni kellene vele. Vajon azért kaptam azt a rengeteg ammót, hogy használjam is, vagy... Nem hagyhatom, hogy Nikolaj lelépjen azzal a vakcinával. Remélem Károly megoldotta, hogy... Tehát, hogy megállította. Mi van itt hátul? Nincs itt olyan kis bólogatós figura, amit le kéne lőni valahonnan? Hát akkor hagyjuk itt a Nestet. Az előző epizódban jobb volt a Nest Lab. Még mindig be tudom érni őket, mondja Jill. Nagyon rövid. Akkor ezek szerint ez az epizód már. Azt hittem, hogy hosszabb lesz még innen. Semmi loot nem volt ott. Remélem Nikolaj beadta magának közben a nem tudom milyen vírust, és egy ilyen brutális állattá vedlett át. Az hogy... Az igen. Nem fogsz megállítani, mondja. Megígértem. Nem így van, tessék. Jaj, ne! Van ötleted, hogy most mit csináltál? Nem tudom, és nem is érdekel. A kliensem arra bérelt fel, hogy az Umbrella-t a porig romboljam. Elindult a rakéta. Atomrobbanás lesz. Viszontlátásra, Jill. Kár, hogy nem hallgattál rám, amikor megvolt rá az esélyed, mondja. Hihetetlen Károly közbelép. Hát mondjuk elég csicska, én azt hittem, hogy ettől majd erősebb lesz. Úristen, hogy szájba rúgták. Jill, lőd már le!
Nem, mert eltalállak. Csináld meg, meg kell tenned. Nincs más út. Miért nem löki el magától, vágod, és akkor Jill meg lelőhetné. Most káros... Károlyra lőttem rá! Úristen! What? Az mi volt az Hogy repült a kés így egyenesen a homlokunkba? Azt hiszem, ezt újra kell próbálnunk. Milyen, ilyen kis csöndesen így... Puk, és így Jill szépen csöndben dölt el. Matthew Gaming, köszönöm szépen a követést, üdv nálunk a vészkorúzsban, ne felejtsd el elmondatunkat, hogy a nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Na most már óvatosan megyek ki, hallod, mert itt repkednek a kések odafent. Ó, jaj, ne! Tüzeljünk! Ez Károly volt? Jó, hát na, hát össze-vissza rángolt. Ide kellett volna az aim assist. Megmondtam, hogy nem hagyhatlak Carlos-mentes világban. Mondja nekünk Károly. És mi lesz vele? Miért csináltad ezt? Mindennek van egy ára. Még annak is, hogyha hagyom, hogy a világ lángba boruljon. És kinek dolgozol? Megmondom, hogyha kijutatsz innen. Annyit fizetek, amennyit csak akarsz. Hülye vagy, kiabálja utánunk, mint az óvodában. Hogyha meghalok, sosem fogod kitálni az igazságot. Nem bánom, hogyha egy kicsit nyomoznom kell. És ez most a jó ending? Miért nem öltük meg? Hát hányszor tört az életünkre a csávó? Az előbb be is szakította egy törrel a koponyám, hát... Jaj, jól vagy? Ott is van. A megállíthatatlan atombomba szágul Raccoon City felé. Hát ez nem... nem tudom. Nem lehetett volna ezt úgy megcsinálni mondjuk, hogy ne csapódjon be? Vagy a történet szempontjából mindenképp meg kell történnie? Arra emlékszem, hogy a 3-ban is volt ilyen, és hogy lezuhantuk utána a lökés hullám miatt a helikopáterrel. Szerintem most is ez lesz. És nem. Akkor melyik régi Resident Evil játék volt az, ahol lezuhant utána a helikopter valami lökés hullám által? Végre vége van. A filmben? Nem. Azt nem hiszem. Mármint biztos ott is volt ilyen, de volt egy játék is régen. Viszlát Raccoon City, mondta Jill. Üresnek és hidegnek éreztem magam, ahogy a robbanás hullám elöntött minket. Ez az összes halál, ez egy ilyen szörnyi készítő vírustól, vagy által történt. Az emberi kapcsiság miatt. Ott, és akkor eldöntöttem. Raccoon City-nek a hamvai, az Umbrella hamvai is lesznek. Véget vetek nekik egyszer és mindenkorra, mondja Jill. Nagyon durvi. Milyen szépen be volt lőve a haja? Hát ez szerintem az mindig is. Az mindig jól kellett, hogy álljon. Én sajnálom, hogy vége lett. Miért lett vége? Hát alig, nem tudom, ez az 5. epizód, talán 6. Tehát úgy is 6., hogy... hogy amúgy igyekeztem elnyújtani az epizódokat annyira, amennyire csak lehet. Amúgy komolyan mondom, hogy ez volt eddig a legjobb. Így a resik közül, grafikailag, játékmenetében.
Bár a kettő azért egy kicsit autentikusabb Resident Evil élmény volt, és már olyan értelmében, hogy ott voltak puzzle-ök. Itt nem volt semmilyen puzzle szinte. Mi a végén volt valami hőmérséklet beállítás, kb. Ennyi. Tehát itt nagyon nem kellett ezekkel törődni. Tehát egy kicsit olyan érzésem van a három után, mint hogyha felturbózott Resident Evil látnánk, vagy Resident Evil-t látnánk, csak light-iban, nem? Tehát ilyen Resident Evil 3 light, így kb. Mert hogy állítólag 6 óra alatt végig lehet vinni a játékot. Szerintem nem kizárt ez. Azok után, hogy mi itt 8 alatt össze bénáztuk. Szia, Sosi, jó pihenni, és kívánok neked. Hát grafikailag egyébként lenyűgöző volt. Bárcsak többet láthatnánk olyan szintű grafikával megáldott játékokat, mint amilyen ez volt. Én nem vagyok egy ilyen, már annyira azért ismertek. Nekem, hogyha pixel grafika, csak jó a sztori, akkor én annak is örülök, de ezt valahogy jobban élveztem így a látványa miatt is, meg azért a zombi kentelése egy ilyen grafika mellett azért szerintem sokkal izgibb az egész. Tök jók voltak a fegyverek. A játéknak a hosszát mondanám az első óriási negatívumnak. A második pedig az, hogy nincsen B campaign, tehát hogy a Jill-el végigviszed, és így ennyi. Tehát lényegében, hogyha azt vesszük, hogy 6-8 óra játékidőt lehetett megvásárolni 20 ezer forintért, azért ez a játék egy nagyon nagy mértékben luxus játék, hogyha így vesszük. Tehát ez már tényleg, tehát hogyha óránként 2-3 ezer forintot kell kifizetned egy játékért, az rengeteg pénz. Szerintem legalábbis. Megérte, meg nem volt rossz, de árát tekintve egy luxus játéknak számít. Én örülök neki, hogy sikerült beszereznem valami 6000 forintért talán. Valahogy így. Azt hiszem, hogy úgy azon az áron sikerült leértékelve talán G2A-ról beszerezni. Így még azért kivékültem az árával, de amikor ez kijött, hogyha akkor vettem volna meg a Resident Evil 3-at ugyanúgy, mint a 2-t, amikor az kijött, akkor én most írdatlanul csalódott lennék. Az biztos, hogy Jézusom, mennyi pénzt költöttem valami olyanra, aminek már is vége van. És az újrajátszatósági faktor a játékban az nagyon kevés. Tehát most jó, végigmész nehezebb módon, meg még nehezebb módon, meg még nehezebb módon, mert azt hiszem, hogy a standard mód után van még 3 nehézsége. Ennyi. De majd mindjárt kiderül szerintem a credits után, hogy esetleg a New Game Plus mit tartogat. Úgy kérdi, hogy micsoda. Resi 3 elég elárazva, éri csak meg. Így van, így van, így van. Én is ezt mondom. Tehát, hogyha a tehetitek, mindenféleképpen. Aki szereti a Resident Evil-öket, ezt be kell szerezni, ezt végig kell játszani. Abszolút. Totálisan marha jó. Komolyan mondom, ide szegezett végig, tehát vártam már, hogy mikor játszunk legközelebb. De ezt az élményt el tudtam volna viselni egy 30 órás játékban. Csak az a baj, hogy a legtöbb resit 30 óra alatt, tehát úgy mondom, hogy a 0-1-2-3, amit eddig játszottunk, azt 30 óra alatt ki lehetne játszani. Ezek a játékok nem arra mennek rá, hogy hosszasan lekössék az embert, hanem inkább a rövid sztorit meg a puzzle-öket nyomatják benne szerintem. Amik meglepően jók egyébként. Bár azt mondom, hogy grafikailag és játékmenetében a 3 volt a legjobb, mégis a 2 volt inkább élményében az eddigi csúcs, én azt gondolnám. A 0 meg az 1-nek a remastere az marha jól sikerült, azok abszolút hozták azt a nosztalgia faktort, amit én ezektől a játékoktól várnék, meg amit ugye fiatal koromban, hát ilyen 7-8 évesen láttam, meg utána 10 évesen, 12-13 évesen, ja. Így mentem végig a 2-n meg a 3-on. Valahogy a 0 meg az 1 az nekem nem volt meg soha.
Főleg azért, mert azt hiszem, hogy a nulla az valami 2010 nem tudom hányas hozzáadott epizód volt, az első meg tudjuk, hogy milyen régi. De én az egyet nem tudtam semmin sem játszani. Tehát mindig a PC-n nekem csak a 2 meg a 3 volt meg. Emlékszem, még te adtad kölcsön nekem a játékot PS1-re? Tényleg? De nekem nem volt PS1, én nem adhattam kölcsön, rosszul emlékszel, Gábor. PC-re adtam szerintem kölcsön a 2-t. Mert megvolt eredetiben a lemez. Meg a 3. Azért mondom, hogy én a 2-t meg a 3-at rongyosra játszottam gyerekkoromban. Azért itt a 3-ban jelentős eltérések voltak a régi 3-tól, és ennél fogva hát megérné végigjátszani a régit valahogy, bárhogy. Kíváncsi vagyok, hogy milyen módunk lenne erre. Meg kéne nézni, hogy a GOG-on fent van-e esetleg a Windows 10-zel kompatibilizált, van ilyen szó, nem tudom, verziója a 3-nak, mert hogyha van, akkor én azt megveszem, és akkor végigjátszuk a régi 3-at is, hogy képben legyünk az eredeti sztorival, nem pedig a remake-nek a sztoriával. 3-at adtad lehet, nem PS1-re? Biztos, hogy nem PS1, mert nekem nem volt PS1-em. Nekem Nintendo-m volt akkor, 64-em. Igen. Hát szerintem körülbelül 10... nem tudom, 8 éves koromig nekem csak Nintendo-im voltak, aztán így 20 éves korom körül vettem egy Xbox 360-at, és akkor utána pedig PS4-et, nem tudom, 4 évvel ezelőtt, kb. 5 évvel ezelőtt. Ja, ilyen, ezek a konzolaim voltak, de nem volt PS1-em sem. Keresztapámnak volt, és amikor meglátogattam őket néha, akkor ott tudtam vele kockulni. Ott van a vakcinának az ampullája. Jill felvette, és most elvitte. Ezt miért kellett megmutatni? Oké, hát 7 óra 13 perc volt a végigjátszás. 38 mentés, 19 halál. Hát ez a rank C, ez a 3-as alá, ugye? Elég kulákok voltunk, de semmi baj. Hogyha most visszamegyünk a főmenübe, akkor mit fog feldobni? Semmit. Ó, kinyílt a shop, azt mondja, hogy itemeket vásárolhatsz a boltból. Az in-game challenge-ekkel lehet a pontokat gyűjteni hozzá, oké. És ennyi? Nincs olyan, hogy menj végig a New Game Plus-on, hogy megváltoztasd a sztorinak a kimenetelét, vagy bármi, ami... Tehát tényleg ennyi volt a végjátszás? Ez nagyon-nagyon szomorú szerintem. És akkor in-game itemeket lehet kilokkolni, recovery coin. Amikor nálad van ez a coin, akkor regenerálja a HP-dat. Ez igen. Minél többet viselsz magadon, annál nagyobb lesz a regenerációs értéke. Ez meg a védelmedet tolja fel. Ez az attack power-edet tolja fel. Mi a fene? De hát ilyeneket miért vinnél magaddal? Aha. Itt könnyebb lesz, hogyha ezt viseled a Perfect Dodge-ot benyomni, egy lockpicket megvehetsz már a játék elejétől, meg a Bolt Cutter-t, Hip Mouch-okat. Ezeket megkapjuk a játék végén. Azt a mindenit, mi ez a hot dogger? Az Umbrella által kifejlesztett anti-biofegyver kés. Azoknak van kitalálva, akik szeretnek így nagyzolni. Mutogatni, menőzni, inkább a menőzés a jó szó erre. Azt mondja, hogy fel lehet fűteni, tehát így szuper módon ahhoz, hogy felgyújtsd a célpontodat. Milyen menci fegyverek vannak itt? Raiden, energiafegyver. Mit jelent az, hogy Infinite MUP Handgun? Lehet, hogy végtelen tölténye van? Nem tudom. Nem hiszem, hogy végtelen rakétavetőd is lehet. Mi az olyanná válnál, mint hogyha tennél a Nemezis, nem? És akkor végigmennél a játékon.
Tényleg a konceptártok, itt van Károly. Ki, ez mondjuk rohadt menő. Ja, ott az elején még be volt tekerve, ugye, ilyen csodálatos izébe, latexbe. Fú, az a baloldali... mi volt az, valami Hunter Gamma? Nem tudom. Jobbra meg szerintem ezek a Hunter Beta-k már. Ja, a Gamma még nagyon kis csíra volt, de azért egybe lenyelt bármit is. Ez meg a városnak a képe. Szobaképek nem annyira érdekelnek minket, inkább... modelleket kellene nézegetnünk, aha. Megnézhetnénk a kutyákokat. Milyen kis cuki, nem? Szembe jönne veled az utcán, mit csinálnál? Szerintem kan amúgy, de nem vagyok benne biztos, valami ott lóg. Kisebb kiskutya ánusz. Mind a két oldalról érdekes volt. Vajon ennek is van ott a hátulján olyan? Nem látok semmit, le van kötözve. Rohadt menő amúgy. Mennyire király lehet azok, akik nem tudom, ezzel foglalkoznak, hogy ilyeneket faragványoznak kifelé 3D-ben. Na, mert az valami rohadt menő. Zoli Árt szokta ezeket mutogatni, hogy ő hogy készíti, de... Hát ez a szint... Ez, lehet, hogy amúgy több ember dolgozik rajta egyszerre, lehet, hogy nem is egy darab... lehet, hogy nem is egy darab ember dolgozik egy ilyen modellen. Zseniális. Van egy ismerősöm, aki ilyeneket rajzol, dolgozott a CD Projektnek is, elég fasza. Hát az tényleg nagyon jól hangzik, elég komoly. Ez egy emberes meló, azt mondod? Forgatom össze-vissza, de marha jól néz ki. Mi van még? És komoly? Nem jutottunk ki több izét. Kevés, túl kevés modellt nyitottam ki. Ez kicsoda volt. Az valami csicska warrior, senkit nem érdekel. Jaj, ott volt a kettőből a rendőr. Akit itt haraptak meg a szemeink előtt, és a kettőben ugye már problémája volt. Most azon gondolkozom, hogy a kettőnek a végén, amikor metróval kimenekülünk ugye a Raccoon City-ből, és a végén felvesz minket egy teherautó. Hogy lehet, hogy ebben a játékban felrobbant a város, miközben a kettő még ezután játszódott egy-két nappal? Tehát, hogy itt annyira elnyúltak az események valahol a játék során, nem értem pontosan, hogy hogyan, hogy az alatt lejátszódott az egész kettőnek a története, hogy Leon meg Claire bementek a rendőrkapitányságra, és akkor ott meg a rendes Umbrella Nest laborba, mert most a Nest 2-ben voltunk ugye, kettes számú fészekben. Ez jó kérdés. Ennek után fogok nézni, hogy a történet szerint hogy állunk. A időrendi sorrendben viszont szerintem a 4 következik majd. Meg kell néznem, hogy biztosan az jön-e, vagy esetleg a... Fú, mik voltak még? Nem Code Veronica, hanem mit tudom én, mi volt már. Revelations 1-2. Nem tudom, hogy most ezután a 4 jön-e, vagy a Revelations 1-2 jön-e. Meg fogom nézni őket mindenféleképpen. A 4-nek van valami HD verziója. Azt végigjátszhatjuk, meg a 4-nek egyébként jön a jövőre, 2021-ben jön ki ugyanúgy a felújított, tehát a remake-je, mint ezeknek, a 2-nek, meg a 3-nak. Egyszerre játszódott, csak pár óra eltéréssel, ha azt nézzük, Jill-ék voltak ott előbb. Igen, igen, a játék alapján én is ezt gondolom. És akkor ugye mindenki megmenekült. Akkor most a maradék Stars személyzet, az úgy néz ki, hogy van a Jill, van a Leon. Claire nem Stars, viszont a bátyja szintén K betűs. Már nem jut eszembe a neve, ő a kettőben volt benne, ő is Stars tag. Kik vannak még vajon életben? Chris, igen, ő volt a Claire-nek a tesója, csak ő meg ugye elment Európában nyaralni, a kettőnek az eseményei alatt a jegyzetekből megtudtuk. Akkor jelenleg tudunk 3 Stars memberről,
akik még életben vannak, viszont az Umbrella is ugye még elég erősen csicskításra szorul. Hát kíváncsi vagyok, hogy kikkel kell majd a következő epizódokat végigjátszani. Minden szempontból várom a többi végigjátszást. A 4-be hamarosan bele fogunk majd kezdeni, szerintem nem tartunk túl nagy szünetet itt utána. Az is lehet, sőt valószínű, hogy a holnapi este folyamán viszont végigvisszük majd a Surge 2-t. Ez mondjuk nem lenne rossz. Azt a játékot is letudni, és akkor ezt a kettő játékot kb. Egy-két hét leforgás alatt letudtuk. Remélem, hogy tetszett nektek a Resident Evil 3. Az a baj, hogy ez nem egy olyan játék, amit újra játszhatnánk úgy, mint a kettőt, úgyhogy tehát én ezt így nagyon-nagyon tudom sajnálni. Megérte az a néhány óra, de hogyha tehetitek, akkor csak akkor vegyétek meg, hogyha ténylegesen nagy leárazásban van. Egyébként minden szempontból rendkívüli volt, grafika, sztori, hangok, atmoszféra, a zombik, az irányítás tök jó volt, a fegyverek, crafting, stb. Olyan volt ugye, mint a hetedik rész, meg a második rész már az újabb Resident Evil-ök közül. Nekem nagyon tetszett. Csak ajánlani lehet, úgyhogy hát ennyi lett volna a végigjátszás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Én már elteszem magam, és holnap fogunk találkozni legközelebb, mondom, szerintem Surge 2 végigjátszással. Megnézem, hogy kik azok még, akik esetleg streamelnek ilyenkor, akikhez át lehetne menni. De hogyha van ötletetek, akkor nyugodtan mondjátok, persze. A fémtetüknél Divinity megy. Azt szívesen megnézném. A Divinity az egy nagyon-nagyon jó kis RPG játék, ami majd a mi csatornánkon is be fog következni valamikor. Idén már nem biztos, de jövőre szerintem évelején mindenféleképpen az RPG szekciónkban, amikor nagyon-nagyon sok RPG lesz majd. Menjünk át a fémtetükhöz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el fogat mosni. Ciao.